Továbbra is vidám témával folytatjuk. Családjával nyarat Pataki Attila, az énekes Korfura utazott. Ú, de jó hely az ott, én is voltam már feleségével. Most élményeikről mesélnek a Mokkában. Vendégünk tehát Pataki Attila és kedvese Nyikovics Orsolya. Jó reggelt kívánok, szervusztok! De jó, Korfu nagyon jó hely, nagyon kellemes emlékeim vannak nekem is ott. Miért pont oda mentetek, Attila? Szervusztok, jó reggelt! Hát igen, nagyon-nagyon ránk fért, mert az idén úgy kezdtük, hogy ahogy szokták mondani, kaptunk hideget, meleget. Május 1-től szoktunk játszani általában a zenekarral, és most egy felkérés volt április közepétől, ahol 5 fokban énekelgettem, és ez valahogy úgy megmaradt egészen május elejéig ez az időjárás, úgyhogy nagyon-nagyon hiányzott, és jól esett a bőr alá bevinni ezt a 33 fokot, ami ott várt minket Korfun, igaz? Így van, és a kérdésedre válasz, hogy miért oda mentünk, ott van egyik barátunknak egy hajója, és ezért járunk oda, nagy szeretettel. Még hajó is, gyerekek, akkor megvagyunk, akkor nagyon megvagyunk. Nálatok egyébként hogy van, tehát kiválasztja az úti célt, meg általában az utazást kirakja össze, sejtettem, nálunk ugyanez a szitu. Én nem gondoltál erre, ugye? Ugyanez a szitu. Mik a szempontok? Tehát, hogy nyilván Attit ismered, tehát, hogy mik azok, amiket így nézel, és amikor mondjuk bejelöld az utazási oldalán, akkor pipálod. Hát ez nálunk nagyon nehéz. Nekem már most meg kell mondanom a jövő évben, hogy mikor szeretnénk menni nyaralni. Tehát amikor a turnéból, hogy bármilyen kiemelni az időt. Mert most ki kell jelölnünk az időpontokat, hogy a jövő év az melyik hónap. Jó reggelt! Micsoda megtiszteltetés! Hát ez most én. Most már a kávéra ebben a korban, és igazából majd asszisztensi feladatátok el, nekem be kell szólni. Bocsáss meg, csak azért, csak hogy tisztázzuk, egy asszisztens nem szemtelen, nem pimasz, végzi a dolgát, leteszi csendben, elmegy és távozik. Köszönjük szépen! Tehát hol hagytuk abba? Tehát, hogy már az idén meg kell terveznünk a jövő évünket, sőt, az utána való évet is, mert már a jövő év is Attiláéknak elég komolyan. De Orsinak egyáltalán nem esik nehezére félreni, és ha nem ez a felállás, hanem most akkor 2-3 utazási irodát vezetne. Imád utazni. Hát az egyik szakmám az is. Igen. Miért? De ez egy tök jó, ez egy nagyon kellemes feladat. Azért egy utazást persze, szervezni. Én imádom. Abban gondolkodni, hogy arra gondolkodni, hogy hova menjünk, mit csináljunk, azért ez egy jó dolog. Mi voltunk egy társaság, egy nagyobb családi társasággal, csapattal együtt voltunk egyszer egy ilyen hajós nyaraláson, egyébként minden, és a végén megmondom őszintén, hogy csak a nagyon rizikos esetekben pilóták, ha mégiscsak leszállnak címmel, kapnak akkora tapsot, mint Orsi a végén. Tehát ugyanúgy szervező, csak úgy jött, hogy ide kell menni, és ez itt van, és így nagyon tudja. Ati, hogy pihensz? Tehát mi neked az igazi pihenés? És most azon túl, hogy ez egy remek hely, remek feltételekkel, de mi az, amikor igazán kikapcsolódsz? Nekem van egy szenvedélyem, én imádok olvasni. Több szenvedélyem van, de imádok olvasni, és ha elbújhatok egy sarokba, és a 2-3-4 könyv van általában az asztalon, vagy 5, azokat olvasom sorba. Mit olvasol? Hát az ezotériától kezdve minden, ami éppérgel, Edgar készítől, amit akarsz bármi, de a leg pihenésem egyike, tudjuk Orsika kozmetikus és elvarázsolt kezei vannak, hogyha így ide teszem is. És így olvasol közben, várja, és így olvasol. Ez az olvasás előtt és után. Hosszás körülbelül 5 másodpercig élvezi, mert utána alvás van. Figyelj, és nincs neked olyan, mert én is imádtam olvasni régen, most is imádnék, most már hozzá kell tennem. Most is imádnék, csak az a baj, hogy belealszom. Tehát, hogy elkezdek olvasni, és akkor nem tudom hány oldal után, mert elalszom, de egyszer csak elalszom. Attila, nem. Én beledülök, megvan a póz, és az elég sokáig tud tartani, igen. Kivétel, hogyha hajnal 4-kor, 5-kor jövök, és reggel 9-kor megpróbálok olvasni, abban van ez a bókla. Figyeljetek, és ilyen vagányabb dolog az utazásban nem fér bele? Tehát mit tudom én, mondjuk Korfu lehet kvadozni, lehet mondjuk nyitott kábrióval száguldozni, uram, bocsán, motorkerékpározni, tehát ilyen nálatok nem játszik? Hát, most egy új eszközt próbáltunk. Ezt a szupot próbáltuk ki. Jaj, azt én is, az nagyon nagy. Azt nagyon élveztem. Szup vagy száp, gyerekek, tegyük rendbe. Hát igazából száp nem, én szápnak mondom, én jó, is, de mindegy. Szerintem angolul szerintem, de hát most én nagyon élveztem, és a fiúk meg is lepődtek rajtam, mert egyszer sem estem le róla. Ő nem tényleg. Tehát a fiúk nekem tegnap ez nem ment ilyen simán, tehát egyszer-kétszer volt azért. És mondták, hogy nagyon ügyes vagyok, mert azért általában nem szokott sikerülni, főleg a csajoknak, és én nagyon élveztem, nagyon jó volt. Ez egy nagyon jó egyébként, tehát ez egyrészt ugye az egész testet átmozgatja, most azt hiszem, hogy ez ilyen fúgyókúrás is egy picit, mert átdolgoztatja itt ezt az úszógumis részt, tehát neked, bocsánat, nem neked szól, ez nekünk szól, tehát hogy Ati átmozgatja, egy picit kipróbálod, hallod? Tűnik el az úszógumi. Ezért rajtam egy-két monokli is volt. Te is próbáltad egyébként? Hogyne, persze, minden. Megy. Ott volt a kisebbik fiam velünk, és azért úgy irigykedve néztem, hogy az a helyből milyen ügyesek, tehát kis srácok ott voltak. Kívülről nagyon könnyűnek néz ki egyébként. Igen, különben. Máskor ez nagyon tetszett most, hogy mondtam, hogy a kisebbik fiam, a kisebbik fiam 14 éves, és 182 magas. Tehát már csak az megy, meg
megértetted, kis ilyen, mit mondtam neked, megértetted, ugye? Ha nem viselkedsz normálisan. Kikapsz a fokától, majd meglátod. Addig picit beszéljünk a nyáról szakmailag, jó? Tehát, hogy mire készülsz, mire készültök? Hát mindenre készülünk. Nézd, nekem boldogságosan telik a nyár, az életem legfontosabb. Nyaros vagy, tehát szereted a meleget? Jó, csak úgy alapvetően szereted a meleget és a nyarat? Tehát, hogy az én a te évszakod, anyád? Imádom, én rák vagyok, július 2 rák, hát milyen, hadd szóljon. Egyel előtted születtem már, mint úgy értem, csillagényet illetően. Hadd szóljon, én imádom, ha meleg van, nem érdekel engem, csak szólasson az Edda zene, megyünk, játszunk, hóviharba, sárba, szélbe, de most például a napfény van, hála Istennek is boldogság. De volt valami, amiről beszélnünk kell, én ezt nem megmondom őszintén, de lemaradtam. Mi ez az ufós dolog? Mi van itt? Mi van itt veled? Valami történt, mindjárt olvasom már. Esküszöm, tehát ebből én kimaradtam, hogy amiben az, hogy bevállaltál egy forgatást, amiben az UFO-k engednek le téged a földre. Ez igen, igen, nem, hát megérkeztem egy csészhelyel a bazilika elé, és hát én avval járok, ha naprendszerben mozgom, akkor az a saját gépem. Ne idegesítsél föl, ez egy film. Ez egy klip, egy kis klip. Igen, igen, és ez a klip überel mindent jelenleg, tehát állítólag óriási nézettsége, és megérkeztem, és hát mostanában egy olyan szolgáltatással, a földön pedig megvan az a szolgáltatás, amiért leszálltam, tehát amiért megjöttem, úgyhogy ez egy kitalált formula, de nekem is nagyon tetszett az ötlet és az egész. Amikor ez jó, mert ez most te vagy, hát mindenki nyilván most... Ez, akiket megkérdeztek, érdekes volt, hogy kit gondolnak ehhez a történethez, 50 emberből 51 azt mondta, hogy ez csak a Pataki volt. Így van, ezért jó. Innen hova mentek? Innen megyünk Veszprémbe a családhoz, sajnos egy nem túl... kellemes eseménye, mert nagymamám meghalt, és neki lesz ma a temetése. Részvétét akkor. És de este már dolgozunk. Este pedig már Attila megy, és apajon fog bizonyítani. Elpattanok is. Nagyon szépen köszönjük nektek, hát Kódfúhoz meg... És lerágom a körmöm, volt ez a magyar-olasz meccs, és hiányoznak a körmeim, hiányoznak. De szurkolok nagyon magamnak. Köszönjük. Sziasztok. Miért kell minden megélnünk?